Köszönöm a szót, elnök asszony. Röviden fogom mondani, az MSZP üdvözöl minden olyan javaslatot, ami a csalással kieszközölt fizetési műveletek felfüggesztésén keresztül is az online csalások elleni fellépést próbálja hatékonyabbá tenni. Illetve a törvényjavaslat másik fele szintén abszolút üdvözlendő, hogy a kormány az eddig beígért 12 új börtön építése projektjéből egyet most talán valóban meg is valósít Csengeren, ami a tervek szerint egy ilyen nagyon modern, teljesen automatizált börtön lenne. Én magam részéről Honvédelmi Bizottság alelnökeként pont jövő héten fogok személyesen látogatást tenni ennél a épülő börtönnél, mert kíváncsi vagyok azokra a dolgokra, amiket itt a törvényjavaslatban önök leírnak, hogy úgy van-e. Másrészt meg, mint tudják, egy nagyon szomorú és nagy valószínűséggel elkerülhető halálos baleset történt már ezen az építkezésen, egy BV-tiszt vesztette életét. De a lényeg az, hogy amiért a családnak és az egész BV intézetnek innen is részvételmet szeretném kifejezni. A lényeg az, hogy le fogok menni személyesen, hogy el fogok menni személyesen, és meg fogom nézni, hogy ezek a dolgok, amik ebben a törvényjavaslatban is benne vannak, azok valóban úgy vannak-e, mert alapvetően maga a cél egy modern új börtön építése támogatandó. Két olyan problémánk van, ami miatt jelenleg a tartózkodás mellett áll a frakciónk. Az egyik az valóban maga a csalás elleni fellépéssel kapcsolatos adatkezelési kérdések, amikre szeretnénk akár tényleg érdemi választ kapni, ami megváltoztathatja a hozzáállásunkat. Másik pedig államtitkár úr az, hogy az a sok minden technikai eszköz, ami a törvényjavaslatban felsorolásra kerül az új BV intézetnél. Itt robotoktól kezdve arcfelismerő kamerákon keresztül, digitális karpántokon keresztül mindenféle hasonló. Ez nagyon jól hangzik, és az elítéltek tekintetében ugye kötelező használata lesz. Az a helyzet maga adja, hogy a büntetés végrehajtás munkatársai tekintetében is kötelező használata lesz ezeknek. Tehát az ő személyiségi jogaik, az ő akár biztonságuk, akármi más tekintetében. Én azt gondolom, mi azt gondoljuk, hogy ebben a törvényből hiányzik némi garancia. Tehát azt, hogy korlátlan használatukat előírjuk szinte ebben a törvényben, és magára a végrehajtó állományra tekintettel némi garancia vagy némi kitétel ezekkel az eszköknek a használatával kapcsolatban nincs a törvényben, azt nem tudjuk, hogy szándékos-e, vagy csak egyszerűen nem gondoltak rá, vagy önök úgy gondolják, hogy azon az intézményen belül a fogvatartók és a fogvatartottak is ugyanazon szabályok alatt kell, hogy éljenek és dolgozzanak, már ami a digitális ellenőrzésüket tekinti. Mi azt gondoljuk, hogy kéne garancia ebben a javaslatban arra, hogy a BV-ben dolgozók tekintetében a megfelelő személyiségi jogvédelmi, emberi méltóság védelmi szabályok meg legyenek törvényi szinten. Kérem ezt, még van rá lehetőség, gondolják át. Abban az esetben egyébként nagyon ritka törvények egyike lenne, amelyiket szívesen meg is szavazunk. Köszönöm szépen.